Sokan foglalkoznak életmód tanácsadással, sok embert érdekel is, de vajon mi az, amire leginkább figyelnünk kellene? A Pécsi Polgári Szalon Egyesület rendszeresen jelentkező az Igazság tükrében című sorozatában arra keresték a választ, mitől vagyunk betegek és mivel tehetjük magunkat egyénileg gyógyultá. Egy életvezetési szaktanácsadó vajon hogyan fog hozzá, amikor valaki felkeresi tanácsért? Én arra esküszöm, hogy mindenkinek meg kell találnia a sok-sok lehetőség közül, mert szerencsére van sok-sok lehetőség. Azt, amit ő magáénak érez elsősorban, és azt, amit ő a saját életébe be tud építeni. Én a belső gyulladások csökkentését tartom egy nagyon-nagyon fontos dolognak. Egyrészt a sejtszintű gyulladásokat, másrészt az emésztőrendszeri gyulladások csökkentését. Ezt életmóddal lehet megoldani, életmódváltással. És ebbe mindegyik benne van, ebbe benne van a lelki folyamatainknak a feltérképezése, helyrerakása, a stresszkezeléstől kezdve egy csomó minden másik, és benne van az, hogy mennyit mozgunk, hogyan alszunk, mikor alszunk, mennyit alszunk, mit eszünk, és hogy milyen táplálékkiegészítőket használunk. Igazából azt nézzük meg, hogy ő mi az, amit legelőször be tud illeszteni, mit tud változtatni legelőször, legkönnyebben, és megnézzük, hogy hogyan tudjuk felépíteni ezt az életmódváltást, hogy minden meglegyen benne, ami ahhoz szükséges, hogy az ő egészsége helyreálljon. Szói során a kommunikációt ahhoz, hogy hiteles, hatékony legyen. Telegdi Csaba életmód tanácsadó a mérésben hisz. Én abban hiszek, hogy egy embernek az egészségét arra alapozni, hogy valaki azt mondta, hogy ez működik, a másiknak nem működik. Én azt gondolom, kell egy olyan objektív mérési pont mindegyiknél, ahol tudom, hogy mi a kiinduló helyzet. Tudom, hogy az ő szervezete milyen állapotban van. Onnantól fogok tudni egy olyan tervet készíteni arra, hogy milyen változások kellnek az ő életmódjában ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ennek a kiküszöbölése, vagy csak egyszerűen jobb egészséget szeretne, vagy ha van valamilyen problémája, akkor az hogyan tud megoldódni rövidebb időn belül. Azt gondolom, hogy a saját kezünkbe kell venni a sorsunkat, és nagyon sokan próbálkoztak már nagyon sok minden, akinek valamilyen fennálló problémája van, egy autoimmun folyamat elindult nála, vagy bármi, vagy csak egy sima elhízás, hogy ennek sokan azt gondolják például az elhízás tekintetében, hogy ez egy esztétikai probléma. Én azt gondolom, egészségügyi probléma elsősorban, nyilván esztétikai probléma is lehet, mert nála olyan lelki folyamatok beindulnak, amire azt mondja, hogy én már nem érzem jól magam a bőrömbe. És innentől fogva már biztos, hogy egy olyan úton kezd el járni, ami neki nem komfortos. Én azt gondolom, ebben az esetben is az kell, hogy tudjak mérni. Ha tudok mérni, akkor tudok rá egy olyan megoldási javaslatot adni, és egy hosszú távú együttműködést. Tehát szerintem ez a legeslegfontosabb rész, hogy nincs csodabogyó, nincs egy csodamódszer. Egy kitartó, egy irányba való haladást kell megcsinálni, és kell, hogy lássam, hogy a szervezetem erre hogyan reagál. Nagyon sokáig dolgoztam edzőként, és pontosan tudom, hogy egy edzéstervet megcsinálni az nem egy nagy feladat. De jókor belenyúlni abba az edzéstervbe ahhoz, hogy amikor például beteg lesz egy versenyző, már nem tudom úgy terhelni, egészen máshogy kell, bele kell nyúlnom ebbe az edzéstervbe, ugyanez egy étrendnél is. Ha látom, hogy valamiért neki ez nem jó, változtatnom kell, és ehhez tudnom kell, hogy mit kell változtatni, ehhez kell a mérés, hogy tudjam, hogy mik azok a súlypontok, amit nekem itt figyelnem kell akkor, amikor egy változtatást eszközlök nála. Az egészséges életmód divat manapság, azonban csak tüneti kezeléseket vagyunk hajlandóak elfogadni, mondta Lengvászki Attila, a Pécsi Polgári Szalon Egyesület elnöke. Kevésbé szoktunk, mint egy társadalmi szervezet, vagy a társadalom és a nemzet problémái iránt érzékeny egyesület olyan dolgokkal foglalkozni, amely mindennek az alapja az egészségünk. És miután az egyesület elnökségének a tagja, Telegdi Csaba, ezzel a témával foglalkozik, ezt az értéket szerettük volna megmutatni. Szerettük volna megmutatni azt, hogy mitől vagyunk betegek, vagy milyen betegségek lappanganak bennünk, hogyan lehet ezt a test öngyógyító szerepével megjavítani, mint ahogy senki nem fog bennünket megsegíteni bajainkban, sem gazdasági, sem társadalmi bajainkban, mint hogy ezt látjuk is napjainkban a kormányzati tevékenységből is, saját magunkra számíthatunk.
fáj a fejünk, gyorsan beveszünk egy fájdalomcsillapítót, magas a vérnyomásunk, gyorsan megpróbálunk egy vérnyomás csökkentővel helyreállítani egy szervezeti problémát. Valójában az okok keresése a legfontosabb, az okok megtalálása, és hogyha ez megvan, akkor módszer arra, hogy a test saját magát gyógyítsa meg. Mi ebben hiszünk. Ha egészségesek vagyunk, akkor erősek is. Ezáltal az egész nemzet erősödik. Ezért fontos, szükség esetén az életmódváltás. Ekkor elsősorban saját magunkra számíthatunk. Ezt üzente az Igazság tükrében című sorozat legutóbbi előadása.